Ma reggel is jó reggelt kívánok! Mindenkinek van egy álma. És ahhoz, hogy ez valóra is váljon, érdemes elutazni Kaposvárra a hétvégén az utazási kiállításra. Jó lesz már egy kicsit a nyárra gondolni, no meg hasznos ötleteket is kaphatunk. Elkezdődött az idei tél utolsó zimankós hónapja, éppen ezért még meleg múzeumi barangolást ajánlok önöknek. A Budapesti Téli Fesztivál szívet, lelket melengető programjának ígérkezik az Iparművészeti Múzeum kiállítása, mert gyönyörű enteriőrök, bútorok között sétálhatunk. A 19.-20. század fordulóján virágzó magyar szecesszió hazai bútor tervezőinek munkái láttán rájöhetünk, mennyire sokszínű és szép is volt ez a világ. Holnap 19 órától szecessziós csipkék, erdei T. Lilla előadásával lehetünk gazdagabbak a stílus irányzatot illetően. 100 év azonosság, 100 év változás, Tordai Emil nyomában, Kongóban címmel kiállítást nyílt a Néprajzi Múzeumban. Tordai Emil 20. század elejé kutató útjain, valamint a 2009 nyarán megvalósult Tordai Kongó expedíció során készített fotográfiák adják a kiállítás témáját. Az expedíciót Lóránt Attila fotográfián, Reisinger Dávid mozgóképen dokumentálta. A kiállítás célja olyan kulturális változási folyamatok, társadalmi jelenségek vizuálisan hatásos bemutatása, amelyek napjainkban nyomon követ Kongóban. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök, a viszontlátásra!